Csurgai Ferencet elsőként a gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte a kerek születésnapon. Mikor eléri a hatalmat, új álmokat tűz ki, és teljes lendülettel elindul feléjük, és rájön, hogy a határ a csillagoség. Isten éltesen. Barátok, tanítványok, pedagógus társak sokan köszöntötték a ceglédi szobrász művészt 60. születésnapján. A város részéről fülegyőzőné kívánt még sok-sok alkotással teli évet. Ennyi sok szépsége ajándékozott meg bennünket, azt hiszem, nem csak a város, hanem a gimnáziumot, hanem az egész országot, és nagyon büszkék vagyunk rá. És én szeretnék mondani egy idézetet Geszti Pétertől, aki azt mondta, hogy születésnap minden ébredés, ne kérdezz, hogy kell boldognak lenni. Én gondolom, hogy te is tudod, hogy kell boldognak lenni, és minden napot boldogan éled meg, és ehhez nagyon sok jó kívánságot szeretnék hozzáfűzni. Csurgai Ferenc ezer szállal kötődik egykori alma máteréhez, hiszen nem csak volt diákként, hanem óraadóként, illetve a Benedek Péter rajzkör aktív tagjaként is élete fontos helyszíne a gimnázium. A születésnapi köszöntésen mesélt arról is, hogy eredetileg nem szobrásznak készült. Én a pályára már egészen tényleg nagyon korán készültem. Én nagyon korán elhatároztam, hogy festőművész leszek, hogy legalábbis festészettel fogok foglalkozni. Ez olyan nagyon biztosnak tűnt, és nagyon elérhetetlennek, és nagyon távolinak, és nagyon mesébe élőnek, vagy álomban születőnek. A Művészeti Főiskolán 1984-ben festődiplomát szerzett, majd ugyanebben az évben megnyert egy szobrászpályázatot, és elkészült első monumentális domborműve. Ezek után nem volt kérdés, hogy a szobrászat felé orientálódik. Az apró tárgyak rendezgetése, fotózása, belefestése, jelenetek rendezése, hogy ez már térben zajlik. És egy idő után természetes volt az igény, hogy a sík felület után mi történik a térben. Csurgai Ferenc az elmúlt évtizedekben több művészeti ösztöndíjat is kapott, mesterkurzusokat vezetett Kecskeméten és több balatoni városban. 18 önálló kiállítása nyílt, és szinte megszámlálhatatlan csoportos tárlaton mutatta meg egyedi munkáit. Köztéri alkotásaim a Toldi Ferenc kórházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpad előcsarnokában és Japánban is láthatóak.